túl meleg? Rendben vagy? Elérkezett a igen, pihenés és a nyugalom ideje Szikora Robert és az Erdők számára most? Hát pihenés van, igen, egy kis relax van, mert befestük a lemezünket, és egy lemez az kb. 5-6 hónapig tart, így ilyen elégkészületek. Nem baj, a napszemüvegbe vagyok, mert annyira erős a napra. És ahogy egy jó gitár koncerten jó megfeszítik, de aztán a koncert után azt le kell hangolni, különben elpattan. Úgyhogy mi is elpattannánk, ha egy ilyen nagy munka után feszítve maradnánk. Ez nagyon biztos, elég egy pár nap, vagy egy pár óra pihenés, hogy aztán újra felkészüljünk. Nyári bedobunk. Július 22-26-ig ilyen 2000 ilyen abszolút fanatikus ergos ott lesz a Gárdon, mondjuk meg lehet jelentkezni, mert nagy az a Zagárd, elbír meg egy pár ember. Szóval most itt tartunk körülbelül is. Tényleg olyan lemez sikerült összehozni, már igen régen volt Ergo lemez, és igen régen volt Ergo. Tehát Ergo név az volt, de akik mögötte csoportosultak emberek, azok nem vették annyira úgy magukévá, nem tették az Ergo nevet. Viszont ez a fiatal srácokból álló Ergo, ebben én annyira bízom, és ők is annyira bíznak bennem, hogy mikor először találkoztunk, akkor ezt a jelvényt, ezt az Ergo címet mindenki fölvette a nyakára, csak azért, hogy lehet, hogy beszállhat az Ergo. Tudod? Ez nekem nagyon-nagyon jó érzés. És hát a maga korában, 83-ban Kölcsi megszületett, akkor ez abszolút up-to-date, naprakész dolog volt a világon, mindenhol. És most 93-ban ismét szerintem az lesz, mert a Polygram nevű világcég adja ki ezt a lemezt, és adta ki. És hát elképzelhető, nem is elképzelhető, hanem a tények, hogy szeretnék azt, ami játszanánk nagy zenekarok előtt, kint külföldön, tehát a Bon Jovi előtt, hogy a Santana elvinne minket turnéra. Én nem tudom, hogy szeretném-e annyira, mert azért ilyen másod hegedűs szerepkört elvállalni, igen nehéz így már nekem, de lehet, hogy elvállalom. Annak érdekében, hogy a Csikidám az egész világon gyökere tereszem, vagy hogy megiszom hatig terjedő időszak után, tehát a tábor után, Erko tábor után, lesz egy turné, ez Balaton és a szokásos állomások. De hát nagyon nagy sót kell csinálni, és nagyon sok pénzt kell hozzá a showhoz teremteni. Remélem, hogy teltház lesz, és ebből azért kijön a jobb koncert. Oké, kalenderok, csavargok.